Az összes résztvevő színpadra állt egy közös dal erejéig, hogy megünnepelje a 45 esztendején létrejött Nagymányoki német énekkart. 1976-ban Wushing Ágota és Kretzer József közös gondolataként alakult meg az énekkar, és nem sokkal ezután a néptánc csoport is. Jelenleg működik óvodás, két iskolás, ifjúsági és egy felnőtt csoport is. Az egyesületben jelenleg több mint 150 tag tevékenykedik. Szerencsére megmaradt a régi összetartás, mert ez 1976-ban is úgy alakult, hogy először a kórus alakult, aztán rögtön rá egy évre a tánccsoport, és ugyanazok a tagok voltak átfedéssel. És aztán utána, ahogy ugye öregedett az ember, úgy egyre inkább a fiatalok kerültek előtérbe, a táncoltak, az idősek maradtak énekesek. De most is például a mai napra az összes tánccsoporttag segített a termet feldíszíteni és mindent. Ez egy család, amiben mindenkinek megvan a maga helye és dolga, mondta Herger Éva, a Glückauf kórus vezetője, aki két évtizeddel ezelőtt vette át a csoport szakmai irányítását. Ez egy életforma igazából, tehát a hagyományőrzés az nem csak egy ilyen elcsépelt valami, hogy na, őrizzük a hagyományt, hanem én azt gondolom, hogy a lángot kell éltetni és továbbadni. Nekem van egy kis gyerekkórusom is az iskolában. Nagyon nagy a különbség nyilván itt a 60-80 éves átlag életkorú felnőtt kórusom és a 10 éves gyerekkórus között, de próbálom átfedni most úgy, hogy a tánccsoportosokat is próbálom bevenni. Tehát az előregedés, harcolunk az előregedés ellen igazából, de azt gondolom, hogy nagyon, tehát olyan egység van, olyan összetartás, hogy meg fogjuk ezt oldani. És a hagyomány szeretetét és az új ének szeretetét, tehát a régi mellett az új szeretetét is próbálom átadni. Hát 20 év alatt azért ők lettek a második családom. Azért lássuk be, gyerekeim születtek közben. Most például az államvizsgámon mindenki imádkozott, ez most volt ezen a héten. Érzem a szeretetüket, róluk írtam a szakdolgozatot, a mindennapjaim részei. Együtt állunk az elhunyt családtagok sírjánál, együtt vagyunk születésnapokon, az esküvőmön, mindenhol együtt. Egymásra kíváncsiak vagyunk, és ez szerintem nem az, hogy ritka, de ez kell a mai világban. Egy nagy és jól működő családban vigyáznak az idősekre, és meghallgatják bölcsességeiket. Így van ez itt is. Az alapítók közül alig néhányan vállalkoznak arra, hogy rendszeresen részt vegyenek a munkában. Közülük egyik, Hadikfalvi Istvánné Elza néni, aki azt is elmesélte, volt olyan idő, amikor csak nagyon nehezen tudták, ahogy mondja, őrizni a lángot. Volt a faluban egy vak zenész, aki megtanult vakon citerán játszani, tudott hegedülni, és ha kellett, orgonált is. És ő őrizte ezeket a dalokat abban az átkos időszakban, amikor nem lehetett még megvallani magunkat annak, amik vagyunk, a származásunkat, viszont születésnapokon, disznótorokon, vagy szüretkor, amikor zárt társaság volt, akkor hozta a citeráját, és énekelt nekünk. Na most, amikor láttuk, hogy mi nem okozunk senkinek gondot ezzel, nem háborgunk senki ellen, hanem a magunk örömére őrizzük ezt a kincset, akkor úgy határoztunk, hogy alapítunk egy csoportot, akik szeretünk énekelni, akik jól érezzük magunkat együtt, és akkor ez kezdődött el 45 évvel ezelőtt. Először az iskolás gyerekekkel, és akkor bővült a kör a felnőttekkel. És hát most már elég sokan megfogytunk, nagyon kevesen maradtunk a régi csapatból, de az összetartás az nagyon sokat számít. Ez egy közösség lett a faluban, mi mindig számíthatunk egymásra, mindig jó együtt lenni, úgyhogy szeretünk is együtt lenni. És ma ezért jöttünk össze, hogy rá is emlékezzünk, és megünnepeljük azt, hogy még vagyunk. Vannak itt olyanok, akik idősebbek nálam, és vagy tudnak jönni, vagy nem tudnak már közlekedni, de őket is felkeressük, és nekik is örülünk mindig. Az elmúlt 45 év egy folyamat, amelyben a felnövekvő generációk látták elődeik erőfeszítését a saját kultúrájuk védelme érdekében.
elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon nagy család. A kezdetektől fogva ugye mindenki családostul vesz részt benne. Ez a mostani táncosokról, énekesekről ugyanúgy elmondható. Én most, ha az én családomat merem fölhozni, akkor azt mondanám, hogy édesanyám énekel, én és a férjem táncolok, meg a legnagyobbik fiam és a legkisebb, és a középső harmonikázik. Tehát ők ebben nőttek bele, ebbe születtek bele, és teljesen természetes nekik, hogy ők ebben részt vesznek. És ugyanaz elmondható a többi táncosról is, akik az én generációm, az ő gyerekeik ugyanúgy részt vesznek ebben, és így tudjuk továbbadni igazából ezeket a hagyományokat, amiket őrzünk még. De ezen kívül vannak nagyon sokan, akik újra csatlakoznak, vagy újként csatlakoznak, főleg gyerekkorban, és ha ők ebbe beletanulnak, beleszoknak, megmaradnak. Nagyon szeretnek nálunk lenni, és azt is elmondhatom talán, hogy minket megtalálnak általában az olyan tagok is, akik mondjuk máshol nem annyira befogadottak, és itt családra lelnek, tehát egy jó közösségre, ahol jól érzik magukat, és barátokra lelnek. Nekem mindig is szívem csücske volt ez a hagyományőrzés, mindig is szerettem csinálni, és most is azon vagyok, hogy minél több gyereknek az iskolában is átadjuk ezeket a hagyományokat, szokásokat.